Sziasztok, idő lesz után! Most a Togo 8 Imperishable Knight-ot fogom játszani. Látjátok, itt semmi replay nincs. Egy másik verzióban játszom ezt. És semmi sincs megnyitva, még a spell practice sincs. Az akkor azt megnyitva, hogyha már egy... már megcsinál. A következőt találtam ki. Mit van, de könnyű, normál, nehéz és őrülnés. Ezzel a játékkal lehet a legtöbbet foglalkozni. Tudjátok, hogy miért? Mert itt 222-ös kétszifogás. Vagy inkább varázslás. És négy részt, ez nagyon nehéz megfejlődni. Az easy módot, abban sosem vesztettem, abban mindig nyertem. A tét pedig a következő szöveg. Ez is vált a normálra. Figyeljétek csak! Ez már páros meccs, ahol ember és jókár összeáll. És... tehát kik lennének azok a csalak? Ember és jókár páncsban. Rémus Jukari, Marissa és Alice, vagy inkább Melis, Sakura és Remilia, a Scarlet előtt mentionnek két tagja, az emberi szolgálós, a vampír lány, és a Netherworld szellemei, Jomo és Jürgen, akiket ma legyőztem a hetedik szériában. Na ezért akartam legyőzni Jukarit. Először fogom csinálni egy olyan dolgot, hogy nem hiszem, tudjátok, de ennek kétféle endingje van. Normál ending, meg egy good ending, amit meg kéne szereznem. Egyébként csak a bad ending nem jöhet szóba. Tehát ez 12 endinges. Tehát 4 bad ending, 4 normál ending és 4 good ending. De csak normál ending lehet először megnyerni a játékot, aztán jöhet a good vagy a bad ending. Mikor jön majd a Final B. Tehát most, hogyha elkezdtem, már Final A elkezdődik. Aztán jön a Final B. Tehát a következőt találtam ki. Rémo Sukai párossal csupán teszek olyat, hogy megküzdök a Final A főbosszban. Többi esetben már csak a Final B bosszban. De itt a legnagyobb ellenfelek azok, akik megitták a Horai Elit. Bárszóval azt tovább a kalkatlanná, így nem lehet őket megölni, de a fajok nem bírják el sem. És ez a játék, ebből a játékból láthattok a legtöbb vígjátszást, mert nem csak hogy meg akarom normálban, nehéz, hogy őrültem, az extra. El akarom foglalni az összes varázskártyát. Tehát ez nagyon hosszú lesz. Úgyhogy lássuk, tudom már vigyázzást. Vállaltam volna a büntetőt, de inkább nem. Bogállás. Végül. Nagyon gyenge ellenfél. És mindig is van egy érdekessége, de csak ebben a játékban fordul elő. Látod? Nincs itt semmi. Mondja Rémon.
Először csak most kezdődött el, nem kell sietni. Mondja Jukány. Rokkalt adról nekem, ne felejt. Azt mondta, nincs semmi. Itt vagyok, ugye? Tehát Grigol Nightbug, a bogám. Tehát ő a leggyengébb. Ne aggódj. Nem ja. Majd visszavizetjük. Ez nem olyan, mint én vagyok. Hey! Van négy veled. Lebogalatva én. Vagy általam. Nem tudom, mi ez a fán. Mi az volt, de? Más nem értenek. De ő sem. Tudom, mit próbálsz mondani. Mi most hívtok, ugye? Én tűzrepülő vagyok. Akkor az első boss. Jó, akkor emelkedj csak ott. Első spét fogás. Hát a kutukes spéti fogással az meg fog jelni a spell practice-ba. Vagyis hogy áldan gyakorolhatom, hogyan foglaljam el a spéti fogást. Ha összeset el tudnám foglalni, én lennék a Dámaku király. Fontos lenne elérni a 2500-at. Na erre kell vigyázni, hogy kik a lejártyú. Estére beszélgetnek. Érted, ugye? Nem vagy olyan szóval a bódi. Na ugye, szóval előre volna szó. Az idő nem éri el a minimális szintet, akkor így órában növekszik az idő. Tehát ilyenkor most éjfél van.
Na, ígérted már teljesen is. Koncentrálj! Ah, majd jönnek alá. Ha nem fókuszálok, akkor az idő rontszám növekszik. Elfoglaltam. Fáj! Fáj! Mi van? Mi van, doktor? Kik vagytok ti ketten? Nem emberek. Nem emberek? Mert ember vagy nem, az rendben van, de mint édes. Ez egyedi. Nem embereket látni ebben az úton. Egy esti verépány van. De... Nem csak... Nem kéne megtámadnod embereket olyan gyakran. Nem lenne több itt. Akkor. Miért nem támadhatnál jobb tájakat? Mindig. De igen, nem látott embereket ők sem. Igen, de a neve Mistián Lorelei. Kérdezi, hogy átengedni-e, ami pedig nyilvánvalóan nem. A válasza pedig régen nem játszott senkivel. És tudja, hogyan kéne tolkodni az embereket. És ami érdekesség Misztiában az, hogy jól tud énekelni is. Fegyvernek is felhasználja. És még egy érdekesség, képes sötétséget létrehozni, hogy ne lássam az ellenfelet. Lát a sötétben. El akar vakítani. Pontosok. Come on!
Fazba! Ez egy csap! Mondjam, sikerült! Túl sok volt az a hitezeket ő. Ez csak egy estudei. Tényleg egy verék volt? Sötét volt, nem láttam rendesen. Ha este látsz egy kis madarat, az bizonyára egy esti verék. Hely, gondolok elmagyarázni. Lát egy emberi falut. Nem akarna oda lenni. Vele együtt. Lássék, már megint szoptam egy órát. Pedig fél órát kéne szopnom. Kéne kamar kami Shirakawa. Jaj! Yes, fun. Oh, that shit needed to bomb up, Spectre. Minket vádol azzal, hogy támadjuk a falat. Rémolyan megvádolja a kényét. Nem majd a hagyja, hogy átadjam a falut jogályoknak. Tesz róla, hogy ez ne történjen meg. Add vissza a falut. Gyorsan! Tedd le az erégét, míg... Miért dúlik ezt? Ellenálló. Ez most nem lényeges. Emberi falnak kéne itt lennie, ugye? De itt így semmi. Mi történt az emberekkel és a házakkal és mindennel? Semmi. Ugye magam fajtának láthatatlan az a fal. Ja, igen, de... Rébu, nincs időnk... ...ütközni.
ugye miért süllyed a hold, ahogy mondják. Nem kérdeltem azt a jókájt, aki eltörli az emberekkel teli falut. Hogy nem volt itt semmi. Ugye tetrolódjunk tűnik. Megvédje az embereket az Ill Omen-es estétől. Nem tudom, hogy mit jön. Hey! Én látok embereket általában. Hogy az szóval. Hogy kik vagyunk? Hogy a pütizése nem sikerül. És te? Igen. A harmadik boss egy félig szörnyeteg. De csak Terry Hawkból változik át. Igen, szóval ember után nem Terry Hawkból van itt. De hogyha Terry, akkor van átváltozik. Nem tudom, hogy... Nem. Ha ezt mondod, akkor nem hagyom... Nem adom vissza. Ilyen könnyű szinten nincsen ilyen spéci fogás. Jaj, fogadd már el, gyorsan! Nem értje meg, hogy nem tudom megfoglalni. Shit! Sikerült! Haj, majdnem eltalált. Jaj, nem áll! Ezt meg kell próbálni, hogy elfogalni. Egy új félelmet és egy új szétfogás. Jelizek! Na erről beszéltünk, a last spell. Azt nem kötelező elfoglalni. Csak ha tudod. Ha kártyát foglalni, nem történik semmi baj. A főbossnál is egy jelent. De elfoglaltam. Úgyhogy ez vaskátya bónusz. Hogy adja vissza a falat. Tovább próbáltok menni. Arra. Erre. Ez elbizonytalanítja. Ha furcsa hol után lennék, az arra.
hogy igazam van. Ó, nem tudtam milyen fokról beszélni, de erre így gondoltam a legnagyobb. Ez van fél szögre beszél. De furcsa, hogyha nem jött rá. Látjátok ezt? Tehát fél órát vesztettem csupán, ami jó. Mert az idő túlépte a 8500-at. Most jön egy még érdekesebb része. Amikor a saját játszatok alatt érdekel felvenned a harcot. Itt is 8500 az elvető idő. Oh shit. Fuck. Mivel Ukrajnak van Sigigália, neki rá tudja venni a Sigigáliát, hogy támadja meg az ellenfelet. Gyorsan fel kell venni. És még nem haltam meg. Mozog is lőhet. Lőj és én megy. Most lőtt. Mivel Rémút választottam, ezért a négy boszt már is szem. De olyan esetben is, hogyha jó Jújjukó párost választom, akkor is Nájszával kell küzdenem. De hogyha már is szállal játszok alattam, akkor Rémúval kell küzdenem. Jó kályokra vadászik jelenleg. Ahogy Rém is. Ez kevedésre van szó, hogy máshogy mondják, hogy jó kály vadászik. Csodálkozom azon, mit csinálsz magad ilyen este. Jó kárvadászat a válaszom erre. Hát eléggé fáradt. Oldon lenni és gyorsan akarja, hogy holnap legyen. És ki a balkeverő jókár? Te! Igen, emlékszünk arra a hetedik részre. Úgy mit csinálta a nap és az este határa. Hogy megállítottuk az estét. De nincs itt egy ilyen. Van szemet visszafér. Most ezzel van nagyon ledöbben. Tehát mivel támad Marissa? Csillagokkal és lézerrel, de a legeszméletlenebb spécfogással a Master Spark. De ez egy japánul, ez Gensokyu. Hát ez japánul játék, azért sem mondja így. Hát most megdömeltek, hogy a saját bark műjükkel kell felvenni. Felvenni a harcot. De ez fordított esetben is igaz volna, hogy Majszán meg kell küzdeni a Rémúval, hogy tovább is. Nem tudja, hogy mi történik, de egy végtelen este problémát nem.
jókályok embereket esznek este. Hogyha sokáig tart az este, a jókályok addig esznek, amíg ki nem hal. Nem, azt nem fogja fejteni. De akkor is halt, mondja, akkor így itt. Ez itt Rimu Shukari kontra Marisa. Let me do it back. Bassza meg! Jaj! Itt bokszak, majdnem eltaláltam. Bassza meg! Nem baj. Meg a negyedik pályán kibírtam. A túl kettőm is ilyen zene hangzott el. Üdvözlünk előtt. Majd, majd már. Te a támadás. Oh shit! Majd fel vissza a támad. És kulcsán mozognak. Össze vissza. Nem Rémú, mi a helyzet? Minden van a határa. Még az alapszára is. Az első jukkáj napot, most ezt nekem szállnak. A következő támadás. Ne! Csak itt ne legyenek ezek a kis sírvó baszki! Bassza meg! Elfoglaltam! Köszönöm, kikerült! Master Spark! Most a csillagokkal kell inkább vigyázni. Thank you.
is just total fun. Fuck! Nem veszik jól. Megtalálták a kutat, ahol már úgy vezet. Mert itt már vörösak volt. Hogy hová megyünk? Nekik összehetően már rájöttek, hogy ki a tettés. Nem vagy hasonlóan. Még nem találtuk meg a tettést. De abban a kastélyban lehet állítani. Hát nem tette be semmit, és sőtéljön, és nem megy alul. De remélem, hogy neve reggel lesz meg felül. Hogy rögtön volt, de úgy aludja. Csak meg ne fáll. Hát öt életem van, de ez nem jó hír. Azt kurva. Ezt mi van kikésni. Hát csináltam! De mi innen van? Jó kányúzni. Vagyok érzett a támadástól. Befelé! Befelé! Faszi! Azt kívás, 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 kívás! Van át! Ne menj fel! Mindegy, lövek nincs én! Jaj, nem áll! Az üppatottam két bombát! Elkísztél! Ezáltal minden ajtót. Ha egyszer nőtt, ezt már nem érheted utol. Vagy nem véded el. Ő a tettes? Ki tudja? El kéne intézni őt először. A tetesnek itt kell lennie valahol. Raiden Udon Jane Inaba. A hold nyugszi lány. Jókáj vagytok? Nem kéne aggódni. Én még ember vagyok. Az embertől aggódik a legkevésbé. Még kéne aggódnod.
Ugye ez állja a földet. De ezt még mindig nem értem. Hát teli holdra gondol. De ő szó, hogy ő szó. A holdról beszél szó. Ez érinde legerősebb varázslata. Ezzel kamrán számít most föl. A föld, érted? Erre megjelenik Élin Jagukoro. Ő az egyike azoknak, aki megitta a horály elixírt, amit ő halhatatlanná vált. És talán úgy érezhető, hogy a halhatatlan gyógyszerét. Ő a túlzöcsök legjobb íjáta. Azt állítja, hogy ő a tettes. Egy normális sá a holdat. Ugye ez még korai? Még nincs ki itt a derbétel. A konfliktus és az őrültség az ebből volt. Ugye? Szóval a nyugti lánya akarj megbaszni engem. Nem fogja hagyni magát, hogy kinyissuk a megfelelő ajtót. Az elfutás nem mehet már itt megint kérni. Elkapjuk, amikor már egyébként. Hiszen a legyőzésre úgy sem volt, amikor a teli holdat. Hát ez tökéletes időzítés számára. A hold őrültségét ide. Tehát egy illúzió vastában. A hold őrültség. Ez az ő hipnózise. Egy hipnózisan. Amit az ember aztán megőrül. Elég veszélyes igen. Ez puska lövedékekkel támad többnyire. Fuck! Nem csúsztat meg a kezem. Nem most. Gyorsan, vedd le! Fuck! Még nem megy le az ereje. Ez... Mennyi a fal ez a támadás? Nem mondtunk? Don't move! Itt közel van. Jaj, ne! Hát
Ne! Nagyon csúszik a kezem! Megvan! Nagyon zavaros ez a támadás. Elfoglalta! Itt az idő lenyítni. De melyik ajtót kell kinyitni? Olyan sok van itt, nem tudja megmondani. Hogy desétek ezt sem a mesteri. Amit is mondanak, az nem fog jól esni. Hogy hol a tettes? Hogy ő gyilkos lenne? El kell kapni, hogy ő gyilkos lenne? Nem lenne ő gyilkos, mert nem is tudna az lenni. Kussolj, Gyuszi. Ez a kedvenc rész, amikor érted a bizsírt. Éri Jagokorról! Nem! Nem véletlenül! Mindjárt megtudjátok miért! Jó, szóval követtek engem! Ez a helyiség furcsa! Nem lehet olyan hosszú! Majd ne már! Ezt próbál meg elfoglalni, bármi áron. No, nem. Fuck! Számos. Elfoglaltam! 5 élet elég lesz. Most hülyé! Most Téli meg ilyen kis hülyének tart engem. És mosolyog. El kell mindjárt elkezdeni. Téli Jagokorról. A hold esze. Vagy autó. Majd visszahozza azt a holdat, de hogy mi a? Igazi gond. Figyelte rám? A válaszatom mindjárt kész. Úgy lehetett, hogy elvigyék a hercegnőt. A hercegnőt? Minket nem érdekel a hercegnő. Mi csak a tejholdat akarsz visszakapni. Hát akkor hagyja vissza, hogy reggel lesz. Ez nem elég jó. Még reggel előtt akarja visszakapni. Hogy türelmetlenek vagyunk.
tudod, hogy hol vagyunk? Ez a hamis hód és a föld közötti helyszín. Szóval hamis helyre érkeztünk. Szóval átvettek az illúzióval. És a hamis hód után mentünk. A Final A egy normális végijátszás. De a Final B az csak One Click Clear-rel lehet kijátszani. Tudjátok, hogy kell hazamenni? Gondoskodjunk róla, amikor miután legyőztük. Nem sietünk. Hogy nem démon, önmaga. Reggelig akar játszani. Nem érti. Ha legyőzzük, minden megoldódik. Ez szóval ezért hívott hülyénekre. Mivel hamis helyre mentünk, hát beestünk a csapdába, amit elsőre mindenki számára megúszhatatlan. Az igazi teli holdat csak a második végjátszáskor lehet megszerezni. Egy újabb érdekesség van ebben a végjátszásban. 5 spécifikás kötelező túlélni, de az utolsót már nem kötelező. Ha 5 spécifikás túléltem, már megnyertem a játékot. Hogy a holdlakók nem tudják elérni a földet azért, amit varázslatával csinál. Ez a titkos varázslata. Egy elzárt terület, ez a holdlakók számára. Szóval sok örült van itt. Szóval nem kell. Hát nincs akkor olyan, hogy örökké játszom. Jóval akkor, Ertutánk kontra Éri Jagopóló. Aj, hogy a mozog ez? Megfoglalta! De aljas! Jaj! Nem hiszem, hogy elfoglalta! Nézzük, hogy átlép. Eddig féltem át a buvékokon. Ja, persze.
Negyedik menet. Hát ez egy nagyon félelmetes spécifugás. Még nézve is kifog rajtam. What the fuck? Gyorsan, fogad-e! Vagy ülj túl. Most már könnyű lett. Na, csak ezt kell túlélnem is, aztán nyertem. Hogy nem áll! Hidd már el! Ez túl sok! De miért ilyen sok baszki? Már hiszem, azt könnyű elfoglalni. Na ne! Gyorsan! Győzz le! Na! Most, hogy megvolt az ötödik spécifugás, már nyertem. Mit csinálsz? Én. Még egy esélyt adok az én erőmmel. Hogyha egy pillanatban vesztesz, ti meg, ti ember meg jókály. Érin igazi erje. Na ez a horrán elixír spécifugás lesz, tehát ezt csak túl kell élnem. Hogy is megpróbálni elfoglalni. Aj, ne akadod már! Tudod, hogy nem tudnám ezt valahogy foglalni! De legalább sikerült. Tehát 881 millió az összpontszám. Akkor ez szentély este.
Mert mindenki évezte a holdízist. Az igazi hold... Tejhold visszatérte. De a holdegyszerűnő... Azon a holdon valahogy megint elrejtőzött. Most éppen holdat figyelik. Májszávos Elisszel. Egy gyönyörű most a hold. Jesse Fargo is ugyanezt mondhatják el. Én ki fog takarítani. Hogy meginni a holdat. Megint rájuk az elejét. Hát megegyezték Rémus Sukári, hogy csináltak valamit a hold ügyében. Tehát az a dolog, amit megoldottam, az csak fél győzelemnek számít. Hát hiába, hogy ilyen tisztemi érint. Kaguya megúszta, úgyhogy megbasztam. Tehát csak félig volt megoldva a probléma. Tehát ezt hívják normál endingnek. Azt írja, hogy próbáljam meg megnyerni One Craig Clinic. Csak hogy ezt nem tudtam volna másod megnyerni. Mert másodszorra szerzhetem csak meg a good endinget. Közösnek. Tehát ez így volna normális végijátszás, mint a többi végijátszásnál. De a következőt csak Van Craig Clearre lehet legyen. Ha nem jel meg azzal, már Bedenin Gate-re jön. Tehát ezt itt az időbe írni. Még ne kapcsolatok el, mert játszának nincs vége. Baszki.
Felébe, hogy rosszul volt megírva. Data nem volt continue. Na így már jobb. Na, azt mondja, hogy a gyakorlóvázat már megnyílt előttem. Hát megmutatom. Látjátok, 222 spéci fogás, ami arra vár, hogy mindet elfoglaljon. Könnyűn, van könnyű nehézségű, normál, nehéz, őrült, extra. És a last word, ez viszont extrém nehéz. Ha mind a 222-t el tudnám foglalni, én ennek a dámáknak királya. Tehát ez lesz a tét számomra. Hogy mindent elfoglalja. Még nincs vége. Ez a megint a final B. Úgyhogy itt az idő elbánni a valódi bosszal. De az előre kell kezdeni az egészet. Ezek a párbeszédek nem fontosak, mert bár voltak. Most megszerzem az időt.
most már csak el kell foglalni. Na, az aztán megjött. Ennyi. Teljesen hibátlan. Na, 11:30 van most. Tehát ennek olyan színet fogok adni, hogy a halhatatlan Horn hercegnek. Oh, my God.
Megvan, vagy meg! Akkor biztos, hogy csak. Ez most fogja. Koncentrálj! Jó van, ennyit elvett. Tehát most van csak éjfél. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Jaj, nagyon megtart. Eddig hibát van. Öt élet és négy bomba. Bravo! Hibátlan! Megvan, bazd meg. Jó,
meg nem vesztettem sok időt. Kurva jó volt! Annyira jó az a játék. Kurva jó volt! Milyen a több kitérésen van, ugye? Ne fogjuk akkor a kékekkel, csak a túléléssel foglalkozunk. Bravo! Ez az! Igen, egyszer elfoglalt.
ideg. Kap be! Elfoglaltam! Matus fuck! Kurva sikerült! Kurva nézz elfoglal! Csak ennyit adott tövi! Nincs vett el! Nem hiszem! Fel! Final spot! Játokon szintként ilyenre nem rendelkezhetek. Amit nem álltam, amit tudni a Master Spot-ról. Ha nehézre vagy őrült rátom, akkor Double Spot-ra rendelkezik. Tehát ezért is kellett normálra állítanom, mert játokon szintként nem rendelkezhetek Double Spot-ra. Ezért lehetek elégedett, hogyha normálban legalább megnyere. Tehát ez az igazi Master Spark. Tehát a normál nehézségben minden spéci bukás eredeti. Egy óra. Nyelven már sima, hogy megnyerni ezt a játékot. Devi Inava, a tréfa mester. Azt a kurva! Eddig még sose sikerült! Persze hittem, hogy sikerült. Jaj, ne már! Jaj, így sem ott lenne érnem mi.
Nem hittem, hogy ilyen nagy zseny tudok lenni. Nem baj. Most még mindig nem haltam meg. Nehogy már! Hagyd a! Elfogadtam! Csoda! Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, megoldott! Bravo! Nem baj! Na itt már lelassul! Itt egy üdödni! De melyik ajtón kell bejönni? Itt sokan! Nem lehet megmondani. Lukáj, nézd azt az ajtót. Jaj, ne! Nem zártam be elég jó ezt az ajtót. Legalábbis időben. A tettes ott van? A megérzésem azt mondja, igen. Menjünk arra. A mesterem méges azt rám. Na, 1.30. Na, tökéletes teljesítmény időben. Tudok oda menni.
mindig jönjük a közepén. De itt van más a párbeszéd. Ki? Mondtam neki, hogy ki ne engedje át ez az útra. Na itt a mit volt? Érin Jagokorra. Émo, értette mit mondott? Igen. Most a jó úton vagyunk. What? Bravo! Most jött az igazi boss. Na itt a Terihal. Igen, ez az igazi Terihal. És földön látható. És még fontosabb emberek jókáj. Furcsa vendégek vannak itt ma. Ki van? Mi vagy te? Én vagyok Kagura. Kagura Horizon. Halhatatlan Horde hercegnő. A második, aki megitta a hurá egzítés miatt nem lehet megölni. Ő körülbelül úgy 800 éves lehet. Vagy 1000. Éri nem engedte ki a kastélyból mostanában. Szóval a furcsa vendégek a legüdvözöltebbek. Dámak üldözők a szenvedélyek. Úgy törölt az emberi test hátha egy köröttes. Valami őrült orvról beszél. Itt egy cset. Mert elég szép lövelékei vannak, biztos. A kedvességének van limitje. Egy türelmetlen vagyok. Megmutatja. Mi az? Az igazi oldnak a... Mi az? Rejtőzködik. És nem volt ideje ahhoz, hogy kimenjen és játsza. És most itt van lehetősége. Már csak meg kell bünteni a tettest, akit nem lehet megölni. Csak így lehet látni az igazi teli holdat. Mi? Még készen áll? Egyáltalán nem. Most a lehetetlen küldetés, amit úgy jön, impossible request.
Úgyhogy ezt után kontra Kaguya Horizon. Hát ez engem emlékeztet Takuya támadására. Hát nem tudom elfogni, ez kurva nehéz. Lézer támadás következik. Ja igen, és 10 spéci fogással támad, de 5-öt ebből kötelező túlélni. Ha 5-öt túléltem, már megnyertem a játékot. Hé, tehát megvan a good ending. Nem tudok ki koncentrálni. Nyugodtan. Jaj, nem kell lőni. 48 másodperc, amikor már lőni lehet. Viszi, most! Ellenáll a bombának. Na most már csökken az ereje. Hát jó, nyertem. Még nincs vége. Kérdés, hogy... Most az időhúzás következik. Tehát egy kérdés, hogy vajon... El tudja talán annyi szó, hogy eléri az 5 órát. Tehát... Már csak 5 órát tartó csata következik. Jöhet az utolsó 5 spéci fogás. Csak amit kell tennem, hogy időt nyerni. Thank you.
Remek. Csak fél órát vesztettem. Tehát ez a fel fontosabb, hogy sérté. Csak fél órát veszítsék, és hogy ne érjem el az 5 órát. Ha elérjem az 5 órát, akkor is nyertem. De akkor nincs bomb. Nem baj, semmi gond. Mit már fel, menepülj, szeneti, hát eljöjj, valóra. Tehát fél három van most. Nem baj, három óra. The dawn shall be upon us. Még két pici fogás is megvan. Jaj, ne! A dead, it's this. Okay, the dawn shall come. Próbálj meg csak fél órát nyerni. Jó van, ezzel már megvan a négy félő. Megvan! Megvan a félő! Akkor kis bolszom már van! És az öt pontán... Majdnem egy milliárd. Na, most jött a Reimu Yukari Good Ending. Az igazi Terry Holt már visszatért Gensz Tokióba. Az ez, hogy csak egy játékszer volt. A mai Holt pedig fényesen ragyog. Most már látható az igazi volt. Most Rainbow Maisával és Alistair de játszik. Na ez Yukari csapata. Yukari, Ran és Shen. Az utolsó Terihold óta ennyi időt telt el. Oda mondanak az igazra, szám nem olyan érthető. És a hódlakó hármas, Erin, Kaguya és Reizen. Hogy mérgezett a hód?
De most már ott egy szegnő, most szabadon játszom. Igen, hogy érintáltam. Már az elején. Elég békés, de egy ilyen szikió. Hát ő is, én is nem. Hát hogyha animében nézzük, akkor az látható, hogy én gyógyszerész, már kint meg tud gyógyítani. Ah. Hát a föld számokra rejtek hely volt, vagy csöbölt. Hát ennyit is elmondhatnék, hogy a horrorjegyszín miatt számozték a Holdról, ezt a hámcsajt. Mert megitták azt a horrorjegyszínt, de nem csak ők. Tehát 1000 éve rejtőzködik. Na ezért mondtam, hogy nem lehet megölni. Végtelen nap számára az elmúlt nap. Jogák igazére visszatért, és Genzuk jól elébi, és visszajött. Hát igen, hogy Jogák számára étel az ember, de ezért támadják meg folyton jókályokat, de hogy ne egyék meg. A Bél próbája. Na ezen az extra pálya. Tehát így már megkaptam az extra pályát, ahol megküzdhetek Fujiwara no Mokóval. A főnix csalja. És azután
játékosoknak. Az örökké tartó élet félelmét adják meg, és próbáljunk ki az extra pályát. Jó, ez volt már a 28 Imperishable Knight, tehát mennyit az extra start. Tehát ez a játékkal lehet a legtöbbet foglalkozni. Legközelebb kipróbálom a Marissa Ellis páros, de ezúttal azt terveztem, hogy a Practice Start-ban próbálnám ki, hogy megküzdök Erinnel, és hogy a Marissa Ellis párost aztán a Final B-ben nyerjem meg. Tehát megnyílt az extra pálya, de csak Remus számára. De ha mindenkivel megnyitom, akkor szólóban is lehet csatázni. Most már 43 spécifugással találkoztam. A 222-től. Tehát eljön majd az ideje, hogy ezt az összeset elfoglaljam. Bármi áron. De azt majd inkább legközelebb, úgyhogy már a búcsúzom. Sziasztok!